Jé, ma gazdagat! Remélem, nem lesz rossz néven nézésre, hogy meglátogattam. Nem, bár igazán mindenre számítottam, csak arra nem, hogy maga engem ma meglátogat. Na jöjjön be, kedves! Kedves humor, derűs megjelenés és kellemes énekhang. Legtöbben így gondolnak vissza a 115 éve született Turay Idára, akit mindenki csak Dusikának szólított. Nevét viseli a 2000-ben alapított Turay Színtársulat és Színház, ahol most ráemlékezünk. Turay Ida az volt, akit mindenki szeretett, tehát ő bele nem lehetett belekötni. Hát olyan kisugárzása volt, olyan megjelenése volt, árad belőle az a naív szeretet, az a naív rácsodálkozás a világra. A korán felfedezett közönség kedvencnek olyan filmsikerekben volt része, mint a Pesti Mese, a Kölcsönkért Kastély, a Te Rongyos Élet, vagy éppen a Janika, amit férje kifejezetten az ő számára írt. Fiacskám, hogy hívlak? Janika! Személyesen soha nem találkoztam vele. Élőben viszont láttam őt a Janika című darabban. Valami fantasztikus volt őt élőben látni. Tehát szintén az a kis törékeny valaki, aki bejött a színpadra, és hát fölhangzott a taps, tehát annyira imádta és szerette a közönség. Az örökösöktől én megkaptam ajándékba Turay Idának azt a kis ruháját, amiben kisfiúként a filmben kis rövidnadrág, kis zakó játszott. Hát ez olyan picike, ebből is látszik, hogy ő mennyire kis törékeny alkat volt, de ebbe játszott Pápa Jerika is, egész másként veszik fel a művésznők. Tehát Germán Lívia, amikor ő játszotta másodszorra ezt a szerepet, teljesen meg volt hatódva. Azt mondta, hogy ebbe be sem mer menni a színpadra. Ez olyan fantasztikus érzés, hogy a Turay Idának a jelmezébe lehet. Na, én most megyek levegőzni. Levegőzni? Igen, levegőzni. Te, én láttam azt a lódoktor felszállni a vonatra. Te nem levegőzni akarsz. Te vele akarsz találkozni. Ugyan, mama, tudod, hogy ő az én számomra csak levegő? A legnagyobb kedvencem az a Kölcsönkért Kastély. Ezt is bemutattuk, tehát elő is vettük, bemutattuk hatalmas nagy szereposztásban. Annyira jellemző volt rá, ami a filmben volt, nem véletlen, hogy a férje neki írta a filmeket, a darabokat, mert attól volt ő annyira tökéletes, hogy a férje ismerte, Békefi ismerte, hogy milyen a felesége, és úgy írta a darabokat, hogy neki az nagyon jól álljon. Nem értem, tegnap még nem volt gróf. Nem értem. Ha butaság fájni tudna, már rég morfinista lennél. Nagyon hiányzik a színházi palettáról ez a fajta stílus, ezek a darabok, ezek a színdarabok, az, amit ő is képviselt. Tehát mi is felvállaltuk őt nyíltan. Igen, mi szórakoztatni szeretnénk, de igényesen. És hogyha valaki bejön ebbe a színházba, rögtön visszamegy a békebeli korba, és jó lenne a mai fiatalok is tudnák azt, hogy kik voltak a régi nagyöregek. A közönség kedvenc naívát, örökérvényű filmjei, a Turay Ida színház szellemisége, művészei, valamint közönsége tovább élteti.